Köszöntöm Önöket az Álláspontban, ahol ismét hasznos és közérdekű információkkal látjuk el nézőinket. Mai adásunkban informatikai témákat fogunk feldolgozni. Műsorunk második felébe bepillantást nyerhetnek egy etikus hacker tevékenységi körébe, de előtte megtudhatják, hogy mit lehet tenni a kiberbűnözés ellen. Köszöntöm a stúdióban Halász Viktor rendőrszázados, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a meghívást. Ugye már évelején egy online interjú formájában boncolgattuk pontosan, hogy mit is jelent a kiberbűnözés, de most kérem így beszélgetésünk elején ezt tegyük újra tisztába. Kiberbűnözésnek tekintünk mindenfajta elkövetési módot, ami valamilyen módon kapcsolódik a kibertérhez. Ez napról napra, hétről hétre változik, hogy ez mit jelent. A bűnözők mindig új és új elkövetési módszerekkel jönnek elő, de általában véve itt valamilyen kapcsolódás mindig van a számítógépekhez, az online térhez, az online adatokhoz. Ha már szóba hozta, hogy online adatok, mégis egy másik fontos definíciónk az az adatlopás. Mit is jelent ez a fogalom a valóságban? Valóban, az adataink nagyon értékesek a bűnözőknek, és mindent meg is tesznek azért, hogy ezeket megszerezzék. Amikor az online térben mozgunk, egy csomó személyes adatot megadunk magunkról, a születési helyünket, a születési időnket, a nevünket, a telefonszámunkat, de olyan adatokat is, amik különböző banki műveletekhez kapcsolódnak, bankszámlaszámok, netbankbejelentkezési kódok. Ezeket az elkövetők megpróbálják különböző módokon megszerezni, ezt hívjuk adathalászatnak, amivel később vissza tudnak élni, hogy megkárosítsanak minket. Ahogy említette, számos helyen megadjuk a személyes adatainkat, és most már minél jobban terjed a technika, annál nagyobb gondolom ennek a kitettsége. Az behatárolható, hogy melyek a leggyakrabban előforduló esetek itt az online világban? Igen, amivel a leggyakrabban találkozunk, főleg mostanában az az, hogy az elkövetők megpróbálják lemásolni különböző bankoknak a bejelentkező felületeit, a weboldalait, és a netbank belépési kódunkat, illetőleg jelszavunkat próbálják meg megszerezni, illetőleg emellett a különböző hitelkártya adatokat is, a kártyaszámot, illetőleg azt a háromjegyű kódot is, amivel később vásárolni lehet. Ez a leggyakoribb célpont, de ezen kívül is mindenféle személyes adatot megpróbálnak összegyűjteni, amikkel később aztán regisztrálni tudnak, vagy ávásárlásokat végrehajtani. Találkozni olyannal, és szerintem sok kedves nézőnek is lehet személyes tapasztalata, hogy jön egy e-mail, ami valóban hitelesnek tűnik, de hogyha egy picit jobban belássuk magunkat, akkor helyes írási hibával vagy nyelvtani hibákkal rejtett ez az üzenet. Mire legyünk még figyelmesek például e tekintetben? Igen, ez valóban talán ez a legjobb tipp, hogy mindig nézzük meg, hogy vannak a nyelvtani hibák, helyesírási hibák, és legtöbbször ezek az elkövetők külföldiek, és nem beszélik a magyar nyelvet, különböző fordító programokat használnak. Ezen kívül is van egy csomó olyan jel, amire odafigyelhetünk, ilyen például az, hogy milyen e-mail címről érkezett az e-mail. Általában az elkövetők megpróbálják lemásolni a banknak, vagy az egyéb szolgáltatónak az e-mail címét, és olyan hasonló e-mail címet létrehozni. Azonban egy egyszerű Google kereséssel ellenőrizhetjük, hogy ez valóban ugyanaz az e-mail címe, amit a bank használ. Sokszor azonban erre se fordítanak figyelmet, hanem egy véletlenszerű e-mail címből küldik ezeket az üzeneteket. Ilyen esetben rögtön fogjunk gyanút, hogyha magának a küldött címnek sincsen semmi köze az adott intézményhez, akkor valószínűleg egy átverés áldozatai leszünk, hogyha erre válaszolunk. Itt a kerületünkben is már évelején, pont amikor készítettük a beszélgetést, nagy port kavart egy olyan eset, sőt többeknél előfordul olyan eset, hogy telefonon, bank nevében vagy banki ügyintéző nevében kerestek fel gyanútlan állampolgárokat. Ilyen esetben honnan tudhatjuk, hogy csalás áldozatává válhatunk, vagy milyen fontos szempontokat érdemes még végig gondolni, mielőtt kiadjuk ezeket a személyes adatokat? Igen, ez valóban egy gyakori elkövetési mód az utóbbi egy-két évben, és az elkövetők nem csak e-mailben vagy weboldalakon keresztül próbálnak meg rászedni minket, hanem valóban telefonon is fölhívnak, és azt állítják, hogy ők egy banknak dolgoznak, és valamilyen gyanús utalást vettek észre a számlánkon, és ahhoz, hogy ezt megállítsuk, meg kell adnunk a különböző bejelentkezési kódunkat, a netbanki jelszavunkat, azt az SMS kódot, amit ezután e-mail vagy SMS-ben kapunk. Ez mind átverés. Egy banki ügyintéző sosem kér tőlünk bejelentkezési adatokat, ő ezzel tisztában van, hogy mik ezek az adatok, ez benne van a bank rendszerébe. Telefonon ilyet sose kérnek tőlünk, vagy meg főleg nem kérnek tőlünk, hogy az SMS-ben érkező kódot diktáljuk be. Ezen az elkövetésnek a központi eleme, ugye az SMS kód nélkül nem tudnák az utalásokat teljesíteni, miután megadtuk a bejelentkezési adatainkat, bejelentkeznek a nevünkben, és az SMS kód, ami kétfaktoros autentikációt jelenteni, hogyha azt megadjuk, kiadjuk a kezünkből, akkor igazából ezt az autentikációt is feleslegessé tettük, úgyhogy ilyet sose fog egy banki ügyintéző kérni tőlünk, egészen biztosak lehetünk benne, hogy átverés áldozatai leszünk, hogyha engedelmeskedünk. Hogyha nagyon gyanakszunk, akkor felajánlhatjuk a banki ügyintézőnek, hogy visszahívjuk a bank telefonszámán, és ebben az esetben már biztonságosabban tudhatjuk, hogy tényleg a banktól hívnak-e minket, vagy nem. Mivel a telefonszámot sajnos lehet hamisítani, hiába írja ki a telefonunk, hogy a banktól hívnak, nagyon sokszor ez nem igaz.
Felmerülhet a kérdés, hogy miért éppen mi. Ezek a kiberbűnözők hogyan választják ki a gyanútlan áldozatokat, vagy hogyan ér el akár egy telefonos, vagy akár egy ilyen e-mailes rossz megkeresés minket? Ugye ebben említettük az adatlopást, és ugye említettem azt is, hogy nem csak fizetési adatokat lopnak a bűnözők, hanem különböző személyes adatokat is. Ennek pont ez a célja részben, hogy ilyen adatbázisokat építenek fel ebből a bűnözők, amiből aztán tudnak dolgozni. Ott a telefonszám, ott a név, és ha már úgy hívnak fel minket, hogy a nevünkön szólítanak, akkor egyfajta bizalmat sikerül kiépíteniük. Úgyhogy ne gondoljuk ezt nagyon túl, ezek a bűnözők nem tudják, hogy mennyi pénz van a bankszámlánkon, ilyen adataik nekik nincsenek. Tudják, hogy ez a telefonszámunk, tudják, hogy ki van a másik oldalon, sok esetben azt se tudják, csak próbálkoznak, és a nagyszámok törvény alapján néha találnak olyan embereket, akik valóban annál a banknál bankolnak, mint amit ők mondanak. Legtöbbször ők ezt nem tudják, csak tippelnek, mondanak egy bankot, és sokszor ezt talál, és mindig azokat szedik rá, akik éppen szerencsétlenek ilyen szempontból. Tehát lényegében azt mondhatjuk, hogy bárki lehet ennek áldozata, hogyha nem elég gyanakvó, vagy hogyha túl bizalmas ezekkel a csalókkal, vagy banki ügyintézőknek hitt telefonos megkeresőknek, viszont akkor nem lehet azt mondani például, hogy az idősebb generáció, vagy még az interneten kevésbé jártas emberek azok, akik leginkább veszélyeztetettek? Bárki lehet áldozat, nagyon sok feljelentés érkezik hozzánk, meg ugye a rendőrségre általában is. Azt látjuk, hogy mindenféle korosztályból kerülnek ki áldozatok, tehát nem lehet azt mondani, hogy csak az idősek a veszélyeztetettek, viszont az tény, hogy ők kevésbé járatosak az internet világában, és bizakodóbbak, hogyha valaki felhívja őket telefonon, mivel régen ilyen csalások azért nagyon nem fordultak elő, ők nem ebben nőttek föl. Most már sajnos ezzel visszajönnek a bűnözők, és inkább őket próbálják megcélozni, de ettől függetlenül bárki lehet áldozat. És nagyon sokan, akik feljelentést tesznek nálunk, azok nem is gondolták volna, hogy ők is áldozatok lehetnek, és ezt mindig el is mondják. Másik, amiről szintén szerintem fontos, hogy beszéljen minél több ember, ez a bitcoinos zsarolás. Ezt kérem mutassuk be kedves nézőinknek, hogy hogyan zajlik, és miért vált ennyire elterjedté. Igen, a kriptovalutákra mindenki hallott az utóbbi években, és általában mindenki annyit hallott róla, hogyha más nem is, hogy aki kriptovalutába fektetett, az hatalmas vagyonra tett szert, mivel ennek a kriptovalutáknak az árfolyama, ez kilőtt az utóbbi években. Ez valóban így is van, és a bűnözők ezért próbálják meg ezt kihasználni, és egy olyan legendát, egy olyan sztorit kitalálni, hogy ők brókerek, akik egy olyan cégnek dolgoznak, a kriptovalutába fektetnek, és szinte 100%-os biztos befektetéssel többszörös hozamot tudnak elérni. Ez a mese része az egésznek, az egész arra épül, hogy mindenki hallott ezekről a mesés vagyonokról, de általában ilyenkor az történik, hogy megpróbálják rávenni a befektetőt egy kis összegnek az átutalására. Az általában 250 euró körüli összeg, 250 dollár, 250 euró, mikor mit kérnek, és amikor ezt a kisebb összeget az áldozat elküldte, akkor egyre több és egyre nagyobb összeget kérnek. És sajnos az a baj, hogyha valaki egy kisebb összeget már elküld, utána nehezebben engedi ezt el, és inkább elhitheti magával, hogy ez valóban nem egy átverés, és itt valóban nagy hozamok vannak, és hajlamosabb nagyobb összegeket is kifizetni később. A trükk az egészben az, hogy ilyenkor valóban mutatnak különböző bejelentkező felületeket az áldozatnak, oldalakat, ahol ott van a haszon, amit már elért erre az összegre, de ez mind csak átverés, emögött nincsen semmi, és amikor a kifizetést szeretnék kérni a bűnözőktől, akkor szokott általában kiderülni, hogy itt nem fog pénzt visszakapni soha. Önök szakemberek hogyan tudják kézre keríteni ezeket a kiberbűnözőket, illetve nehezebb az online térben elfogni úgymond ezeket a csalókat, mint a valóságban? Mindenképpen más kihívásokkal jár az online térben elfogni a csalókat, mivel nagyon sok eszköz áll a rendelkezésükre, hogy elrejtsék a nyomaikat. Az online térben kevesebb a kapaszkodó, hogyha valaki a fizikai világban követel egy bűncselekményt, akkor ott hagyja az ujjlenyomatát, vannak kamerafelvételek, tanúk. Az online térben ilyesmik nincsenek, ott másféle kapaszkodók vannak, azokat viszont könnyebb elrejteni. Ez nem jelenti azt, hogy lehetetlen elkapni a csalókat, nagyon sokszor elkapjuk őket, de ez komoly nemzetközi együttműködés kell, illetőleg hibázniuk kell ezeknek az elkövetőknek, viszont a tapasztalatunk az, hogy általában előbb-utóbb minden elkövető hibázik. Beszélgetésünk zárásaként mit tudna javasolni, hogyan óvhatjuk meg magunkat akkor a digitális térben? Leginkább legyünk egészségesen bizalmatlanok, ne higgyük el azt, amit e-mailben kapunk, amit egy weboldalon látunk, hogyha telefonon felhívnak és közölnek velünk valamit. Motoszkáljon ott a fejünkben, hogy mi van, hogyha át akarnak minket verni, és ami túl szép, hogy igaz legyen, az általában nem is igaz, az átverés. Ha ezeket az elveket követjük, akkor legtöbbször ki tudjuk kerülni azt, hogy áldozatok legyünk. Köszönöm szépen a beszélgetést, remélem, hogy ennek hallatán is most még többen óvatosak lesznek. Nagyon szívesen köszönöm a kívást. Maradjanak velünk, ugyanis a folytatásban egy etikus hacker mindennapjaiban nyerhetnek betekintést. Üdvözlöm a stúdióban Banett Ádám, etikus hackert, információbiztonsági tanácsadót. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Üdvözlöm én is Hangát, illetve a nézőket is köszöntöm. Nagyon sok ember, hogyha meghallja, hogy informatika világa, akkor néha a bűnözői oldal is eszébe jut, hogy hacker. De ezzel szemben mit is jelent az etikus hacker? Kérem beszélgetésünk elején először ezt a fogalmat tisztázzuk. Jó, maga az informatika az általában az emberek előtt ilyen kicsit unalmas területnek tűnik, ahol ilyen kocka típusú emberek programozgatnak. Ebből kivételt képez ez a hacker vonal, ami egy kicsit ilyen romantikus, hogy ők azok, akik ilyen modernkori, nem is modernkori betyárok, akik hozzáférhetnek olyan adatokhoz is, amihez így a nagy közönség, illetve a legtöbben nem. Na most a hacker, az egy, tulajdonképpen maga a hacker az egy bűnöző, aki adatokhoz próbál hozzáférni valamilyen okból, általában anyagi megfontolás vezérli, de időnként információhoz szeretne hozzájutni, csak amivel utána később visszaélhet. Ezzel szemben állnak az úgynevezett etikus hackerek, akik meg így a, hát úgymond jó oldalt képviselik, akik abból a célból tesztelik a biztonsági rendszereket, alkalmazásokat, hogy ezeket a gyengeségeket feltárják, a hibákat feltárják, és utána ezeket megosztják a rendszerek tulajdonosaival, tehát hogy hogyan tudnák ezeket a sérülékenységeket, hibákat megszüntetni, és ezáltal biztonságosabbá tenni a rendszereiket. Említette, hogy akkor nagyjából mivel foglalkozik az etikus hacker, de hogyha megnézzük az IT világát, ami azért nagyon szertágazó még a laikusok számára is, akkor ebben hol helyezkednek el az etikus hackerek, illetve mik azok a plusz feladatkörök, amiket ellát egy-egy ilyen szakember? Az IT biztonság az egy kezd elkülönülni a IT többi területétől, ami szintén most már egy óriási szertágazó terület, mármint maga az IT biztonság is szertágazó, hiszen nagyon sokféle olyan terület van, amit meg kell védeni. Meg kell védeni szervereket, meg kell védeni hálózatokat, meg kell védeni mobil alkalmazásokat, meg kell védeni webes alkalmazásokat. Nagyon sokféle olyan terület van, ami külön egyesével is védendő, illetve egyben az egészet is meg kell védeni. És erre már nem csak olyan cégek szorulnak rá, amelyekre így elsőre asszociálna az ember, mint például a bankok, ahol ugye mégiscsak pénzt őriznek, hanem most már gyakorlatilag mindenki. Senki nem szeretné, ha bizalmas adatai kiszivárognának, senki nem szeretné, hogyha olyan illetéktelen kezekbe kerülnének e-mailek, információk, ami velesleg vissza lehet élni, a cégnek kárt lehet okozni, úgyhogy az etikus hackereket megelőzés célból szokták megszólítani leginkább, hogy a rendszereket mielőtt élesítik, ugye a tesztrendszerben szokás fejleszteni, utána élesbe kerülnek a rendszerek, de mielőtt ez megtörténik, érdemes etikus hackerekkel átvizsgáltatni, a cégek át is szokták most már vizsgáltatni, mert ha ilyenkor derül fény a hibákra, a problémákra, az még nem okoz azért gondot, ellenben, hogyha már ezt valaki utólag fedezi fel, illetve utólag jönnek rá erre támadó célú hackerek, akkor abból sokkal nagyobb probléma lehet. Említette, hogy a banki szektorba előszeretettel kérik az etikus hackerek segítségét, de behatárolható-e még, vagy ki tudnánk emelni még egy-két olyan példát, hogy mely szervekhez fontos, hogyha csatlakoznak etikus hackerek, vagy hol segítkeznek leginkább még? Egyre több szektorban most már ez érdekes. A bankok azért is voltak az elsők, mert ők most már nem is csak azért kötelező, most már nem is önmaguk kérik ezt, hogy vizsgálják át hackerek az rendszereiket, itt internetbankrendszerekre gondolok, mobil alkalmazásokra gondolok, nekik most már kötelező is ez, MNB, mint felügyeleti szervező írja a pénzintézeteknek, hogy kötelező nekik átvizsgáltatni a rendszeret etikus hackerekkel. Azonban a többi szektorban ez még nem jellemző, hogy egy szabályozói kötelezettség lenne ezek átvizsgálása, ők inkább ez ilyen önkéntes alapon tud működni, de olvassuk a hírekben sokszor, hogy milyen leállások történtek hacker támadások következtében, repülőterek álltak le, csak az elmúlt egy hónapban volt egy ilyen svájci repülőtér, totálisan megbénult egy hacker támadás következtében, több ezer járatot kellett törölni. Tehát vannak olyan szektorok, ahol ugyanolyan kritikus, mint mondjuk a banknál, csak az emberek így első nem is asszociálnak erre, hogy néhány informatikai rendszert megtámadó bűnöző mekkora és hány millió eurós, dolláros károkat tudna okozni. Többféle szektort fel tudok sorolni, telekommunikációs szektortól, mindenféle közlekedési ágazatokig, nem csak a repülő, de vonattársaságoktól kezdve, a vasúti társaságoktól kezdve, busz társaságok üzemeltetőin keresztül, illetve vizsgáltunk mi már hajózási céget is, annak a rendszereit, egy ilyen komp, külföldi volt egy hajózási társaságot, de szerepelhetnek itt termelővállalatok, hiszen az ottani leállás is óriási gondot tud okozni, illetve a közművek szintén.
Szerintem azért ez elég izgalmasan hangzik, nem lehet egy monoton munkakör, de hogyan is lesz valakiből etikus hacker? Ha jól tudom, akkor ezt már oktatják, vagy tovább lehet az informatikai tudást fejleszteni, de mégis hogyan? Természetesen kell hozzá. Több olyan képzés is van már Magyarországon, ami elérhető bárki számára. Némelyik azt hirdeti magáról, hogy nem is kell semmilyen alaptudás hozzá. Egyszerűen beülhet bárki, és a tanfolyam végére etikus hackerré válik. Ezekkel én szoktam vitatkozni. Szerintem igenis szükséges azért hozzá egy alaptudás. Aki mondjuk ilyen webalkalmazásokat, mobil alkalmazásokat vizsgál, annál a fejlesztői múlt az nagyon sokat segít. Aki céges infrastruktúrákat, céges rendszereket vizsgál, akár ilyen rendszer adminisztrátori üzemeltetési előélet, az nagyon hasznos tud lenni, és utána, ha ezek megvannak, utána lehet elmélyedni az IT biztonságban. Hogyan kell elképzelni? Tehát, hogy mondjuk ez a tanfolyam behatárolható, hogy milyen hosszú, vagy hogyha már valaki mondjuk jó IT-s, akkor mégis mi az a plusz, ami kell ahhoz, hogy ő majd később egy sikeres, vagy egy jól menő etikus hacker legyen, úgymond? Hát kell egy bizonyos megszállottság hozzá tulajdonképpen. A plusz az nagyjából ebben tudnám összefoglalni. A tanfolyamok pedig hát nagyon eltérőek. Van néhány napos tanfolyam, egy-két hetes tanfolyam is életügyi etikus hackereket képeznek. Ezekkel azért legyen mindenkinek fenntartása szerintem. Vannak, amelyek egy éves tanfolyamok, az már úgy kicsit reálisabb. Tehát ez egy hosszú út, ez egy hosszú folyamat, amíg valakiből megfelelő etikus hacker válik. Rengeteg gyakorlásra van szükség, tehát elméleti tudáson kívül vannak bizonyos módszertanok, amiket tehát igenis el kell sajátítani, és ha ez megvan, utána pedig hát gyakorlás a végtelenségig. Már a beszélgetésünk legelején említettük a kiberbűnözőt, illetve az etikus hackert, hogy mégis mennyire más világ, de sokszor hallani vagy látni egy-egy filmben például, hogy aki okos és jó IT tudása van, mégis rossz célra használja. Behatárolható ez a mesdje, vagy hol van a különbség? Hol választódik el ez a két világ? A tudásuk egyébként valóban nagyon hasonló, de ez ugyanolyan hasonlat, mint ahogy a bűnözőket a rendőrökkel, a bűnüldözőkkel szoktuk összevetni, tehát mind a kettő tisztában van a másik képességével, és ennek tudatában űzi a tevékenységet, illetve dönti el, hogy melyik oldalt szeretné erősíteni vagy képviselni. Alapvető különbség az, hogy a támadó célú hacker saját magának próbál valamilyen előnyt szerezni, a mindenféle felhatalmazás és engedély nélkül teszi ezt. A védő oldal, úgymond, az etikus hackerek pedig csak akkor dolgoznak, amikor a rendszer tulajdonosa felkéri őt erre. Megbízza, megbízás alapján, szerződés alapján dolgozunk. Addig, amíg ezzel hozzájárulás nincs meg, addig el sem kezdjük magát a munkát, tehát, és utána minden fejleményről, feltárt hibáról részletesen tájékoztatjuk, megosztjuk a megbízóval, a tulajdonossal, amit feltártunk, amit megtaláltunk. Mit lehet mondani, hogy 2022-ben most az informatika, meg ez az egész technológiai fejlődés hol tart, akár hazánkban, vagy akár nemzetközi szinten, illetve ebből kifolyólag, hogy már látjuk, hogy mennyi eszköz, mennyi internetes felület áll rendelkezésünkre, így az IT szakembereknek, vagy kifejezetten az etikus hackereknek most merre tart a munka folyamatuk, vagy milyen a jövőkép? Nagyon gyorsan változik ez a terület, tényleg meglepően gyorsan. Hát mi úgy 10 éve foglalkozunk ezzel, ez alatt a 10 év alatt is óriási átalakulások mentek végbe. 10 évvel ezelőtt például mobil alkalmazást azt nagyon ritkán kellett vizsgálnunk, tesztelnünk, most ez már sokkal nagyobb, de ez teszi ki a legnagyobb hányadát most már a vizsgálatainknak. Ugyanakkor a cégek elmozdultak a saját szerverek felől, most már a felhőben üzemeltetik a legtöbben a alkalmazásaikat, tehát ez is egy óriási elmozdulás, most már felhős alkalmazásokat vizsgálunk sokkal inkább, illetve a különféle körülmények, amik éppen most a világban zajlanak, azok tovább növelik a biztonság iránti igényt. Mindenki egy kicsit megijedt most, szomszédunkban zajló háborútól kezdve, a különféle egyéb olyan eseményekig, amik egy kicsit így felrázták most így a globális környezetet, ezért mindenki egy kicsit jobban paranoiás lett az elmúlt egy-két évben, mindenki jobban tart attól, hogy esetleg az ő adatai nyilvánosságra kerülhetnek, ellophatják, visszaélhetnek vele, úgyhogy itt egyre több ilyen etikus hackerre lesz szükség véleményünk szerint a jövőben.
Nagyon sok izgalmas információt tudhattunk meg öntől, és nagyon kedvcsináló beszélgetésünk zárásaként az IT szakembereknek mit javasolna, miért jó, hogyha egy picit még ebbe az irányba fejlesztik tudásukat, és akár az etikus hackerek táborát erősítik majd ők is. Hát minden programozónak, fejlesztőnek, akár üzemeltőnek is azt mondom, egy picikét nekik is etikus hackernek kell lennük, egy picikét nekik is biztonság tudatos fejjel kell gondolkozniuk. Valahol mindenki felelős a saját területéért, saját munkájára, ahol a biztonságot egy picikét jobban előtérbe kell helyezni, mint amennyivel eddig tették esetleg. Ami nem váltja ki nyilván a teljes biztonsági átvizsgálást, etikus hackerek munkáját, de azért egy kicsit mindenkinek ez a felelőssége. Illetve mindannyiunké, hogy megvédjük azt, amit így gyakorlatilag védendő adat, mert a kikerülése ezeknek, nyilvánosság kerülése az sokkal nagyobb károkat okozni, mint amennyit így elsőre gondolnánk. Nagyon szépen köszönöm, Ádám, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a meghívást. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet, tartsanak velünk jövő hét pénteken is, amikor ismét hasznos és közérdekű információkkal jelentkezünk majd itt az Álláspontban. Viszontlátásra!